A szemináriumi könyvtárban dr. Toldi Éva újonnan kinevezett tanszékvezető egyetemi tanár köszöntötte a gulyákat. Az lesz újdonság, hogy szinte minden hallgatóval individuális képzést tudunk folytatni. Új programokat indítunk be. Ezek részben fakultatív programok is lesznek, és mi úgy gondoljuk, hogy gyakorlati képzést kell nekik nyújtanunk, és ez az egyik legfontosabb dolog. Tehát a gyakorlati oktatásra fogjuk helyezni a hangsúlyt, hogy tulajdonképpen alkalmasak legyenek a munkavégzésre, és hogy jó munkaerő kerüljön ki a tanszékről. A tanszék tanárai közül minden évfolyam számára kijelölnek egy koordinátort, akihez a hallgatók segítségért fordulhatnak, ha valamilyen problémájuk adódik. Bármikor hozzám lehet majd fordulni, és ez különösen fontos az elsősök esetében, akik most szokják meg, sokuk most szokja meg a nagyvárost, és most szoknak hozzá az egyetemi tanulási formához, az előadások hosszúságához. És hát például elektronikus diákkártyát kell kiáltaniuk, tehát mindezekben segítségemre számíthatnak. A 11 fiatal megismerkedhetett a tanszék múltjával és jelenével, valamint a leendő tanáraikkal is. Én azért választottam a tanszéket, mert nagyon szeretek olvasni és nyelveket tanulni, és ebből az lenne a célom, hogy fordítói jövőre nézzek, mondjuk valamilyen idegen nyelv és magyar nyelv kapcsolatában. Nagyon szeretnék az anyanyelvemmel foglalkozni, és könyvíró ambícióim vannak, úgyhogy azzal szeretnék majd foglalkozni a jövőben. A magyar nyelv és irodalom tanszéken a bolonyai rendszer szerint 5 évig tart a képzés. 4 év után a hallgatók filológusi oklevelet kapnak, az 5. év befejeztével pedig magyar nyelv és irodalom szakos tanárok lesznek.